Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves lelki gyakorlatozók! Szeretettel köszöntelek a katolikus.ma nagybőjti ráhangoló sorozatában, amelyben nagybőjt minden napján egy-egy elmélkedéssel segítünk ezen időszak megélésére. Így együtt készülhetünk a kereszténység nagy ünnepére. A hatodik nap a szenvedélyekről szeretném, hogyha beszélnénk, de úgy is mondhatjuk az egyháznak a tanítása szerint, hogy a hét főbűnről. A tegnapi emlékedésemben arról beszéltem, hogy nem elég, ha csak várjuk Istennek az ingyenes kegyelmét, hanem az életünk kultúráját ki kell alakítsuk, és figyelnünk kell arra, hogy mire figyelünk, mibe fektetjük energiánkat, szeretetünket, mire helyezzük a hangsúlyt, máskülönben könnyen hamis útra tévedhetünk. Ezért hát nézzük meg röviden a hét szenvedélyt. Az első a torkosság szenvedélye. Ne légy mértéktartó, egyél igyál, élvezd az életet. Ez a legnyersebb negatív üzenete a torkosság szenvedélyének. Aki nem rántja le a maszkot ennek a negatív üzenetnek az arculatáról, az lassan elengedi a gyeplőt, amit bedob a lovak közé, és szomorú következményei lesznek. Az elpuhult kihívásoktól félő test, az elhízott, mozgásainkban korlátozott test, a megsérült akarat erő, amelynek hiánya lassan kihat életünk minden területére. A torkusság szenvedélyének az ellenkezője a mértéktartás, a tudatosság, a dolgok fölötti uralom, életünk fölötti rendezettségének az ereje. Aki megtanul testi vágyaiban tisztelettudó és mértéktartó lenni, az lassan-lassan erősíti akaratát, életmenedzselésének a képességét az élet minden területén. A második főbűn a bujaság vagy a szexualitás szenvedélye. A szexualitás életkultúránknak a felépítése egyik fontos emberi céljaink megvalósításához tartozik. Ha a szexualitásunkban csak a negatív üzeneteket halljuk meg, és csak azoknak engedelmeskedünk, élvezd az életet korlátok nélkül, légy szabad és elégíts ki minden testi vágyadat. Ha ilyen üzeneteket engedünk eluralkodni, akkor lassan kiégünk, és szexualitásunk függőségébe kerülünk. Csak akkor tudjuk megélni szépen, örömmel nemiségünket, ha megfelelő érettséggel kezeljük nemi vágyainkat, és szexualitásunkra úgy tekintünk rá, mint egy lényeges és fontos emberi megnyilvánulásunkra. A nemiség hozzátartozik emberségünkhöz, Jézus testben támad fel, épp ezért rendkívül mély örömöket tartogathat a számunkra, de ha lehasítjuk emberségünkből, és csak testi megnyilvánulásként nézzük, könnyen összetörheti lelkünket, és megfoszhat életünk szép örömeitől. A birtoklás szenvedélye. Ennek negatív üzenete, hogy légy elégedetlen, és ne elégedj meg azzal, amit van. Pedig ezzel ellentétben az egész evangélium a hála lelket erősíti meg bennünk. Emlékezzünk vissza a 9 leprásra, csak egy ment vissza, hogy megköszönje az Úr Jézusnak a gyógyítást. És a többi 9 hol maradt?
kérdezte Jézus. Aki birtokolni akar, az lassan elveszíti kapcsolatát az elégedettséggel és a hálának a kultúrájával, pedig csak az válik a miénké, az élet épül be örök életünk szerkezetébe, amit meg tudunk köszönni, amiért hálásak tudunk lenni. Amit nem tudunk megköszönni, az elillan az életünkből, és nem békét, hanem béketlenséget hoz. Amikor valaki nem tud örülni annak, amilyen van, hanem mindig azt látja, amilyen nincs, a téves és jogtalan birtoklás szenvedélyének a rabjává válik, és hamis identitásra épít, amely bármikor összeomolhat. Lásd az esztelen gazdag történetét. A szomorúság szenvedélye. A szomorúságban csak önmagunkat sajnáljuk, és a saját problémáink körül forgunk, annélkül, hogy bárkitől segítséget kérnénk. Olyanok vagyunk, mint a fészkéből ki nem szállni akaró madár, amely onnan a fészekből elégedetlenkedik, követelőzik. Pedig, hogyha kitárná a szárnyait és kirepülne, rengeteg mindent fölfedezne ebben a világban. És akkor a fészke valóban otthon lenne, így pedig fészke otthontalanná, sőt, börtön lakóvá teszi és ketrecbe zárja őt. Azok az emberek, akik szomorúak és gyakran becsapják önmagukat, és az áldozat szerepében tetszelegnek valamilyen titkos érdekeik miatt. Talán amiatt, hogy többet figyelnek rájuk, és akkor nem kell felvállalniuk bizonyos felelősségeket. De az ilyen mondatokat, hogy aggódjál, hogy vigyázz magadra, ha ilyen belső tartással próbálok az élet kihívásaira válaszolni, az az én felelősségem, hogy egyszerűen hagyom elmenni magamat egy irányba, vagy pedig farkas szemet nézek a problémáikkal, és problémáimmal, és válaszolok. Senki nem menthet fel attól a felelősségtől, hogy milyen választ adok az élet problémáira. Válaszolhatok úgy is, hogy elkezdem magam sajnálni és sajnáltatni, de úgy is, hogy elfogadom életem részeként, és abból valami nagyon szép kijöhet. Az első esetben nem akarok felnőtté válni, a második esetben pedig saját döntésem által válok felnőtté. A harag szenvedélye valójában az önmagunkkal folytatott negatív párbeszéd eredménye. Ha saját magunkat tiszteljük és szeretjük, sokkal könnyebben elnézőek és megértőek tudunk lenni másokkal. Aki mindig harcban áll önmagával, egy idő után elfárad, ahogy elfogy az ereje. A harag negatív üzenete helyett a megértés, kibékülés, elfogadás lelkületét kell művelnünk. A lustaság szenvedélye, a megnyilvánulása a tehetetlenség. Annyira bezárt világban él az ilyen ember, hogy lassan leépít minden kihívást és kalandot az életéből, és ezért otthona egyfajta ketreccé válik a számára. A lusta ember nem tudja megtapasztalni az alkotó munka örömét, és szükségszerűen leszegényedik az a tér, amelyben él, nem tudja otthonát életenergiával feltölteni. A dicsvágy pedig, akik emberileg éretlenek, akkora mennyiségű dicséretre van szükségük, akiket nem dicsérték eleget gyermekkorukban, mondhatjuk így is, hogy azt valójában nem tudják megkapni. Mindig a figyelem középpontjában akarnak lenni, vagy pedig visszahúzódnak saját terméketlen magányukban.
ahhoz, hogy az életben jól tudjunk működni, jó énképre van szükségünk, de meg kell tanuljuk felnőttként, hogy az életenergiánkat, az életmotiváltságunkat nem kívülről, hanem belülről szerezzük meg. Mert aki mindig kívülről keresi az erőforrását, az egy járulékos, változó, mullandó világ dolgaiba kapaszkodik, ami őt is könnyen bezavarja, és ami őt is könnyen össze tudja zavarni. Ezért talán a mai alkalommal a legfontosabb üzenet, hogy légy résen. Mert az változtat, a lélek azáltal változik, szükségszerűen, amivel a lélek foglalkozik. Ezt mondották az első szerzetesek, és azért vagyunk igazán felelősök azokért a pillanatokért, amikor nem éreztünk rá arra, hogy a lejtőn elindultunk lefele, és nem parancsoltunk magunknak megállt. A mai nap nézzél szembe a szenvedélyeiddel, nézzél szembe a főbűnökkel, hogy hogyan állsz velük, és hozd meg a szükséges döntéseket. Köszönjük, hogy feliratkoztál csatornánkra, ha nem tetted volna még meg, akkor javaslom, tedd meg most, hogy ne maradj le a további videókról.